Köszönjük a szót, szép jó reggelt kívánunk mindjárt kedves nézőink. Ahogy látják, pörög az Astro Plus TV kerék, és ahogy mondani szoktam, még pörögni is fog, háromszor mindenképpen a mai játék folyamán. Közeledik a tavasz, jó idő van, egyre több embert látok mosolyogva az utcákon, ez nagyon jó, és már csak azért is érdemes mosolyogni, mert pénz áll a házhoz, legalábbis annak a három játékosnak, vagy hát a közül a három játékos közül valakinek, akik most itt vannak velünk a stúdióban, hiszen ők pályáztak, kisorsoltuk őket. Természetesen önök is itt lehetnek velünk a stúdióban, ugye tudják, hogy Astro Plus TV sorsjegyet kell ehhez vásárolni a lottózókban, lekaparni a játékmezőket, és hogyha megvan az a bizonyos három TV szimbólum, akkor pályázni. Ezt tette mai három játékosunk is. De mielőtt megismernénk őket, következzék az összeg, amiért ma játszanak. A nyeremény alapunk ugyanis 1.445.000 forint. Ezt az összeget kapja meg a legnagyobb számot kipörgető, de ugye tudják, hogy ezt az összeget meg is duplázhatják, vagy akár el is felezhetik játékosaink. Na de hogy kik ők? Ez a nagy kérdés. László, János és Sándor. Jó reggelt kívánok mindjárt. Jó reggelt kívánok. Ahogy múlt héten mondtam, most az urak taroltak. Három fiatalember itt a stúdióban, akiket már is kérdezek arról, hogy milyen csillagjeggyel játszanak, László. Ikrek. Az ikreket választotta János. Vízöntő. A vízöntőt, Sándor. Szűz. A szüzet. Mindegyik saját csillagjegy? Igen. 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 Szuper. Lászlói, az első lehetőség, parancsoljon, pöröghet is a kerék. Állítólag az ikrek nagyon mozgékony. Ez igen, igaz? Van benne részem. Szuper. Csak érje meg, mindig azt szokták. Na, mondani. Igen, igen. Ez már egy másik kérdés. A három fordulatot megtette a kerék, és egy nagyon-nagyon jó kezdés, a bak és a 81-es. Igaz, a csillagjegy nem stimmel, tehát a duplázás ezen esetben nem fog sikerülni, de a 81-essel már bőven lehet nyerni, bizony. János, ön a következő. A 81-esnél kell nagyobbat pörgetnie, hogyha szeretne nyerni, az esély és a lehetőség adott. A vízöntő állítólag nagyon szabad gondolkodású és szabad akaratú. Hát az. Ez is igaz? Az igaz. Nehéz befolyásolni. Nem baj. Az önállóság fontos. Ezen esetben is sikerül-e felülmúlni? Hát sajnos nem. A Skorpió és a 14-es. László, gondolom, ezt nem bánja. János annál inkább, Sándor pedig el fogja dönteni a játékot. Parancsoljon. A szűz csillagjegy állítólag kimondottan gyűjtögető típus. Ez is igaz? Hát nem mondanám. Szó? Hát, hogyha meg lesz a nyeremény, akkor lehet, hogy átgondolja majd. Ehhez bizony a 81-esnél kell nagyobbat pörgetni, a vízöntő és az 5-ös. Én nagyon közel volt már a 82-es, félig meddig láttam, de ez most nem segít. László, gondolom, ennek nagyon örül. Ebben a másodpercben ugyanis 1.445.000 forint. Remélem boldog tulajdonosa lett. Igen. Ugye örülök neki. Költi az összeget. Hát igen, vannak már terveim, kisebb befektetések, nyaralás, utazás. Jó hallani, egyre többet hallom ezt, hogy befektetés, ez szuper. Szuper. Igen, válság van, gyengül a forint. És... Önnek minden esetre most nincs, gratulálok a nyereményéhez. Másik két játékosunk szépen. Se szomorkodjon, 50.000 forintot önök is nyertek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, uraim. Kedves nézőink, és akkor következzék a második sorsolás a mai napon. Ugye tudják, a jövő heti stúdiójátékosokat és a tartalékjátékosokat itt sorsoljuk ki a stúdióban. Ebben segítségemre lesz mai sorsolási bizottságunk elnöke, Aless Gyula. Szia Gyula, jó reggelt! Szervusz Miki, köszöntöm a nézőket! Gyula fog segíteni nekem a sorsolásban, és ő fogja hitelesíteni majd a pályázati lapokat. Kezdjünk is bele, lássuk, ki az első szerencsés, aki itt lehet velünk jövő héten. Gyulának is mutatom, Hirosik Istvánné, budapesti játékosunk. Ő tehát az első. Nézzük, ki lesz a következő. Bíró Gábor. 4933 az irányító szám, a település nevét elolvasni igaz, nem tudom, de ki fogjuk már is deríteni. Na nézzük ki a harmadik stúdiójátékos. Ezért mondom mindig, hogy tessék olvashatóan kitölteni a pályázati lapokat. Knipl Csaba Nagyatádról, ő nagyon szépen írt. Ők tehát a három stúdiójátékosunk a jövő hétre. Még két tartalékjátékos sorsolunk. Közülük az első, Bolvári Tibor, Balkányról. Gratulálunk neki is, és jöjjön az utolsó név. Aki pedig Csatvi Lilium,
Hát ez is nehéz ügy lesz, 57-46, azért hitelesen még a pályázati lap, Gyula. Rendben van. Jó, ezt is megnézzük, már is kiderül, hogy kik lesznek velünk itt jövő héten. A képernyőn pedig már láthatják az imént kihúzott nyertesek nevét, ők 50 ezer forintot nyernek, hogyha jövő héten eljönnek. Jövő héten ugyanis 1,7 millió forint kerül majd játékba. Várjuk Önöket akkor is, további szép napot, viszontlátásra!